Sziasztok! Ma van anyák napja, és szeretettel köszöntöm az összes édesanyát. Én mindjárt megyek a saját drága anyicikámat felköszönteni. És amiről beszélni szeretnék nektek, hogy akiknek nincsen gyerekük ilyen-olyan okokból, sokan, ugye mint én is, hogy soha nem is éreztem rá késztetést, hogy anya legyek, pontosabban nem arra, hogy anya legyek, hanem arra, hogy szüljek saját gyermeket. De van például négy lábú szőrös gyermekem, akit én azt hiszem, hogy ugyanúgy szeretek, mint hogyha ember gyerekem lenne, tehát ugyanazt a gondoskodást, aggódást, féltést, mindent megkap tőlem, mint hogyha csak a gyerekem lenne. És szerintem ezzel nagyon sokan így vagyunk, hogy a gyerekünknek tekintjük a kis házi állatot, cicát, kutyát és a többieket. Úgyhogy ezeket az édesanyákat is szeretettel köszöntöm. Ányoska azt csinálta, hogy ma reggel nem ébresztett fel engem a szokásos idejében. Jó, mondjuk zúg az eső, és ugye ilyenkor a madarak nem csiripelnek, és ugye a macskák általában azt veszik reggelnek, amikor elkezd az első pacsirta, vagy nem tudom milyen madár még énekelni. Ha ez 3:30 kezdődik, akkor ő neki 3:30 van a reggel, meg amikor elkezd világosodni. Na mindegy, hagyott engem aludni, majdnem 8 óráig aludtunk, ami nagyon ritka. Úgyhogy ezt köszönöm szépen neki, akár tudatos volt, akár nem. És igen, ennyit szerettem volna mondani, hogy köszöntelek titeket is, akiknek ilyesféle gyermekük van.